védikus rendszer nagyon részletesen ismeri az embernek a pszichológiát és a gyerekeknek a pszichikának a fejlődését. És azt hangsúlyozza, hogy ha rosszat tesz gyerek 5 év alatt, akkor nagyon óvatosan kell javítani, vagy a büntetni semmiképp nem kell, mert nem fog megérteni. Inkább a szülőknek kell megelőzni, hogy ne tegyen rosszat. Például nem hagyni szeme előtt gyereknek 20 ezer eset, gyémántos aranyláncot, és így tovább. Mert ő nem érti, hogy ez értékes, ő ezt próbálja megrágni, széttépni, és így tovább. Szóval nagyon sokszor a szülő a hibás, és utána a gyereket bünteti. Akkor 5 éves kórik inkább kell több szeretetet adni, és próbálni kizárni a rossz dolgokat. Picit óvatosan, finoman lehet tanítgatni, de nem szabad elvárni, hogy értsen, mi a különbség a rossz és a jó között. És a legfontosabb, hogy 5 év után, főleg 7 éves kortól, 15 éves korig, akkor a legfontosabb időszak a gyerek életében, amikor meg kell tanítani, mi a jó, mi a rossz, és akkor lehet úgy mondjuk büntetni, de nem megverni, vagy zsarolni, hanem erre is van olyan módszer, mert büntetésbe az a lényeg, hogy a gyerek tanuljon meg, hogy ez nem volt jó, hogy nem megfelelő. Mert amikor kicsúszunk, akkor 15 éves kor után sokkal nehezebb de sokszor lehetetlen már lesz kijavítani a gyereket.